Janics Natasa 18 évesen érkezett akkor a mai Szerbia területéről Magyarországra, 2010-től férje is segítette felkészülését. 15 nappal a szülés után már kajakban ült és folytatta a munkát. Férje, Adrián Ducev most szerb ajánlatra mondott igent, így vélhetően családja is követi majd. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Natasa automatikusan szerb színekben versenyez, mondta Petrovic Kálmán. Neki is tartani kell magát a szabályokhoz, hiszen ahhoz, hogy ő jövőre más ország színeibe tudjon versenyezni, ahhoz szeptember 30-áig a Kajakön Szövetségbe be kell adnia egy kérelmet, amihez csatolnia kell az Egyesületnek a hozzájáruló nyilatkozatát, és mi ezt ki fogjuk adni, hogyha ő ezt kéri és kérvényezi, akkor a Magyar Kajakön Szövetségnek van 2 hónapja november 30-ig, hogy megtárgyalja, döntsön, és november 30-ig kell beadni a Nemzetközi Szövetségnek az átigazolási kérelmet. Eddig hivatalos lépés nem történt az ügyben. Nem tudunk semmi olyan biztosat mondani, amivel kapaszkodni lehetne. Mi azt tudjuk, hogy ő az EDRD már Szegednél 2012. december 31-ig szerződéses sportoló. Mi mostanáig úgy gondolkodtunk, hogy Natasa hazajön a szabadságáról, megbeszéljük, hogy hogyan tovább, és megyünk tovább úgy, ahogyan eddig. Hogyha ez nem így lesz, akkor ő biztos jelezni fogja felénk, hogy mások a szándékai. Natasa nagyon sokat hozott, gyönyörű szép eredményeket ért el, mi pedig nagyon sokat tettünk azért, hogy ezeket az eredményeket elérje. Tehát a Magyar Kajakön Szövetség, a klub összefogással megteremtette a lehetőségeket, Natasa pedig hatalmas tehetséggel és nagyon nagy akarattal elérte az eredményeket, úgyhogy nem fogjuk megakadályozni abba, hogy élje az ő életét, ahogy ő gondolja. Petrovic Kálmán szerint ez a döntés nem a pénzről szól. A Magyar Szövetség mindenben segítette a sportolót, férjének is lehetőséget adott. Azt, hogy a bolgár származású férj miért éppen Natasa szülőhazájának ajánlatát fogadta el, egyelőre nem kommentálták az érintett felek.